Előrehozott parlamenti választásokat tartottak Ukrajnában. Az előzetes felmérések szerint az új ukrán államfő Volodymyr Zelenszkij pártja nyerheti a voksolást, de fontos kérdés lesz, hogy milyen arányban. Az elmúlt napokban több magyar ellenes provokáció is történt. Egyelőre nem tudni, hogy ennek volt-e hatása az ott élő magyarok döntésére. A KMKS elnöke szerint fontos megmutatni, hogy vagyunk. Összesen 22 párt és csaknem 6000 jelölt neve mellé lehetett behúzni az X-et a vasárnapi parlamenti választáson Ukrajnában. A képviselők fele egyéni körzetből kerülhet be a törvényhozásba, a pártok számára 5%-os bejutási küszöböt ír elő a törvény. A májusban hivatalba lépett új ukrán államfő Volodymyr Zelenszkij már a beiktatása utáni napon döntött arról, hogy 3 hónappal előrehozza az ősszel esedékes parlamenti választást. Az elnököt támogató párt, a Népszolgája, azóta is magabiztosan vezeti a népszerűségi listát, ám a szavazás előtt nem volt egyértelmű, sikerül-e megszereznie az abszolút többséget. Ragaszkodunk korábbi döntésünkhöz, hogy új arcokat akarunk a kormányba. Őszintén szólva nem hiszem, hogy a régi politikusok közül bárkivel is koalícióra lépnénk. Ez a helyzet most. A döntést természetesen a végeredmény ismeretében hozzuk meg, mondta az elnök, miután leadta szavazatát. Elemzők úgy vélik, az új arcok között lehet a Hang nevű párt, amit Ukrajna egyik ismert rockzenésze alapított, és amit a felmérések a biztos bejutók közé soroltak. Akárcsak a volt elnök Petro Poroshenko által vezetett politikai formációt, és az egykori miniszterelnök Julia Timoshenko pártját. Ám a közvéleménykutatók még a második helyre várt és a Moszkvával közeli kapcsolatot ápoló ellenzéki platformnak is csak 10% körüli eredményt jósoltak. A választásra ezúttal is árnyékot vetett a Kelet-Ukrajnában dúló fegyveres konfliktus. Bár vasárnap hajnalban életbe lépett a sokadik tűzszünet, a voksolás napja nem telt el incidens nélkül. Kijevi források szerint Luhanszk közelében 2 ukrán katonát ölt meg egy orosz barát szakadárok által elhelyezett pokolgép. Ennek ellenére a kelet-ukrajnai megyék többségében kiemelkedően magas volt a részvételi arány. Míg Kárpátalján mérsékeltebb volt a választói kedv, bár tudósítóink azt tapasztalták, hogy a kárpátaljai magyarok tisztában vannak azzal, mennyire fontos, hogy legyen magyar képviselő a kijevi parlamentben. Olyan is volt, aki hosszú kihagyás után élt választójogával. Évek óta nem szavaztam már se elnök választáskor, semmikor, mert úgy éreztem, hogy teljesen felesleges, úgyse mi döntjük el, hogy ki lesz, de most valahogy bízok benne, reménykedek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke Brenzovics László is szavazásra buzdított. Noha, mint mondta, a magyarok szempontjából is sok minden beárnyékolta a választást. Nem jött létre a magyar választókörzet, megfélemlítették az embereinket, tegnap próbálták félrevezetni az embereinket hamis SMS-ekkel, és valószínűleg több helyen is szavazatvásárlások történtek. Ennek én remélem azt, hogy a kárpátai magyar összefogás egy szép eredményt fog elérni a mai választásokon. Menjünk választani, mutassuk meg, hogy vagyunk. A szavazás országszerte rendben zajlott, bár a KMKS egyik megfigyelője Királyházán választási csalást észlelt. És ahogy kijönnek, rögtön kérdezik, hogy hát hol adják a pénzt? A mobiltelefonnal készített felvétel tanúsága szerint a voksolás után egy férfi a választási bizottság elnökétől követelt pénzt, mondván, hogy a megbeszélt módon szavazott. A megfigyelő szerint egy vállalkozó vehette rá a nélkülöző helyi roma közösség tagjait, hogy az általa meghatározott nem magyar jelöltre voksoljanak. Az esetről jegyzőkönyv készült. Csak nem egy órája pedig már be is zárták a szavazóköröket. Kapcsoljuk kárpátaljai tudósítónkat, K. Debreceni Mihályt. Szervusz! Vannak-e már exit pollok? Szervusz! Vannak már exit pollok. Ukrajnában a papírforma érvényesült. A nemzeti exit poll adatai szerint Zelenszkij pártja, a Népszolgája közel 44%-kal megnyerte a választásokat. Második helyen az orosz barátnak titulált Életért párt van 12%-kal. Harmadik helyen Petro Poroshenko Európai Szolidaritás pártja 9%-kal. Negyedik helyen Julia Timoshenko hazapártja közel 8%-kal. És a meglepetés a Svjatoszláv Vakarcsuk popstár Hang nevű pártja, mely már végül úgy néz ki, hogy mégis bejut a törvényhozásba közel 7%-kal. Zelenszkij elnök már beszélt, és azt mondta, hogy ahogy a legtöbb ukránnak, hogy nekik is a legfontosabb célkitűzésük a háború befejezése, a foglyok hazahozatala, és a győzelem lesz a korrupció felett, és hát megemlítette, hogy ne pihenjen senki, hátra van még a helyhatósági választás. Ebből arra lehet következtetni, hogy hamarosan előrehozott önkormányzati választásokat fog kiírni az elnök. A magyar eredmények egyébként mikor derülhetnek ki?
A magyarok nem indultak ukrán pártok listáin, hanem három egyéni körzetben méretették meg magukat. Az egyéni körzetekről nem készültek exit pollok, úgyhogy egyelőre nem lehet előzetes eredményeket közzétenni. Holnapra derülhet ki, hogy Brenzovics László, Barta József és Tóth Miklós bejutott-e a parlamentbe. Annyi bizonyos, hogy az ellenérdekeltek mindent elkövettek annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg. Az viszont tény, hogy az előzetes közvéleménykutatások azt mutatták, hogy a 73-as választási körzetben Brenzovics vezet fölényesen. Kérdés, hogy a klón és a hamis SMS-ek és a szavazatvásárlás bevetése mennyi szavazatot fog elvinni tőle. K. Debreceni Mihálynak köszönjük szépen!